Az alapkutatási tevékenység mellett fenntartható tápanyaggazdálkodási tudományos műhely létrehozása is célja a Nyíregyházi Egyetem egyik folyamatban lévő projektjének. Az EFOPOS program keretében előadásokat, bemutatókat is tartanak azoknak az ígéretes hallgatóknak, akik képességeik, érdeklődésük és hozzáállásuk alapján bevonhatók a kutatói munkába. Köszöntöm a stúdióban dr. Simon László egyetemi tanárt, a tanszékvezető tanárurat. Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, ugye ez a program, ha jól tudom, már 2017 óta zajlik a Nyíregyházi Egyetemen. Picit helyezzük el a kutatás fejlesztések között, egyáltalán mik voltak azok az aktuális kérdések akkoriban, amik életre hívták ezt a projektet. Így van. Tehát mint minden projektnek a Nyíregyházi Egyetemen, meg szerte a világban, meg Magyarországon, mindenképpen kell társadalmi beágyazottságának lennie, tehát valahol el kell indulnunk. Ugye egy kutató sem ülhet az íróasztala mellett és magától kitalál témákat, hanem annak éleszagonak kell lennie. Tehát, hogyha azt mondom, hogy vidékfejlesztés, vagy vidékgazdaság, népesség megtartás, ha azt mondom, hogy a magyar ember mennyire kötődik a földhöz, a szabolcsem meg pláne, akkor már témánál is vagyunk. Hát összességében, és még egy kulcsszót nem mondtam, ez a fenntarthatóság, a fenntartható jövő, és hát ugye kicsit félve mondom én is, és akkor itt van a klímaváltozás és társai. Tehát ahhoz, hogy mi jól éljünk, hogy a lakosságunk megmaradjon, hogy ők is tulajdonképpen megtalálják a számításukat, és kihasználjuk azt, ami jellemző itt a vidékünkre, a földszeretetet, a viszonylag még mindig jó klímát, a viszonylag jó talajadottságokat, ahhoz nyilvánvalóan nekünk utat kell mutatnunk a Nyíregyházi Egyetemen. És ez volt az egyik legfontosabb célunk. És azt gondolom, hogy egyszerre kell mennyiséget, és egyre inkább jó minőséget biztosítani. Mindenben, a talajban is, meg a élelmiszerben is. Miközben így van, a környezetvédelmi szempontok óriási előnyt kell, hogy élvezzenek. Nos, akkor eljutottunk a projektünkhöz. Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében című projekt. Egy kicsit puskáztam, elnézést kérek. Miről szól konkrétan ez a projekt? Hát azzal kezdeném, hogy ez konzorciumban valósult meg, tehát az egyéni pályázatokkora már régen lejárt, tehát egységben az erő, tehát csak is akkor tudunk ugye igazán maradandót alkotni, hogyha együttműködünk. És nagyon hizelgő volt, hogy a Debrecen Egyetem kutatói ugye személyes kapcsolatok nyomán megkerestek minket, azon belül az Agrár Tudományi Karnak a prominens kutatói, és magában a konzorciumban benne volt az EGRI Egyetem is. Ugye talán nem is kell különösebben magyaráznom, hogy ők a borra vagy bormarketingre hegyezték ki a feladataikat, illetve a mondani valójukat, míg a Agrár Egyetemen ugye egyik legklasszikusabb, legrégebbi egyetem, itt a környékünkön, ők pedig a vidékgazdasággal foglalkoztak nagyon sokat, és hát tekintettel arra, hogy itt Szabolcsban ugye és erről szól ugye Nyíregyháza története és újkori története, hogy a tirpákság mennyit küzdött itt ugye a homokkal, meg a mindenféle időjárás és egyéb problémákkal. Mi a fenntartható tápanyag gazdálkodásra fókuszáltunk ezúttal. Egyébként valóban egy 3 éves munkán vagyunk többé-kevésbé túl. Sokat dolgoztunk, és ezt szeretném röviden összefoglalni. Mire jutottunk? Milyen elemekből állt ez a munka? Több rétű volt, tehát ugye egy egyetemnek az alapvető feladata, hogy oktasson, kutasson, tehát mi ettől nem tudunk elvonatkoztatni, de nagyon fontos lenne a fiatalság, vagy illetve a tudományos utánpótlásnak a kinevelése is. Tehát ez is egy fontos fókuszpontunk volt. Mekkora összegből tudtak gazdálkodni? Ez egy jelentős összegű pályázat volt, meghaladta 800 milliót az összköltsége. A Nyíregyházi Egyetem se járt rosszul, 210 millió forintból gazdálkodhattunk 3 év alatt. Mi az, amire jutottak a 3 év alatt? Hát sok minden dolgoztunk, még annyit talán, hogy éppen így fejben összeadtam, hogy 22, 23, 24 hallgató, illetve rosszul mondom, oktató kollega volt bevonva, kutató kollega, és majdnem 40-50 hallgatónk volt bevonva ebbe a pályázatba. Hát, mint említettem, sok mindent végeztünk. Ugye az egyik a kutatómunka. Nekünk itt a Nyíregyházi Egyetemnek nyílt telek mellett van egy tangazdaságunk,
Ott 250 hektáron gazdálkodunk, és azon belül, ezt büszkén mondom, kicsit megelőztük a korunkat, már 135 hektáron ökogazdálkodást, biogazdálkodást folytatunk. Tehát evidens volt, egyértelmű volt, hogy ott az ottani kutatató munkát fogjuk folytatni. Örömmel jelentem, hogy sikerült megfelelő gépeket beszerezni az ökogazdálkodáshoz. Például, nem tudom, mond ez valakinek valami gyomfésűt, ami segítségével ugye a gyomokat úgy tudjuk visszaszorítani, most nagyon aktuális, mert sokat esik az eső, gyomosodik minden, hogy nem kell vegyszereket használnunk. Na most ott szabadföldi kísérleteink voltak elsősorban, házon belül pedig, ugye a Kótai utcán, ahol a Műszaki és Agrártudományi Intézet dolgozik, illetve a mi tanszékünk is elhelyezés nyert, ott viszont laboratóriumi kísérletek voltak. Milyen eredménnyel zárultak ezek a kísérletek, illetve milyen utóélete lesz majd ezeknek az eredményeknek? Hát többek között ugye az ökogazdálkodásra visszatérve azt néztük, hogy hogyan lehet a talajban lévő tápanyagokat minél környezetkímélőbben fenntartani, illetve visszajuttatni, vagy azokat ott a talajban megtartani. Majd dr. Úri Zsuzsan, a kolléganőm volt egy csoport, kutatási csoportvezető, részletesen elmondja, hogy az ökogazdálkodásra átállt területeken például úgynevezett zöld trágya növényeket használtunk. Aki nem ismeri ezt a fogalmat, ezek olyan növények, amelyeket nem a termésért termesztünk, hanem azért, hogy visszakerüljenek a talajba. És érdekes volt számomra is látni, hogy az a jégcsapretek, ugye ilyen karószerű valami, amit a piacon én is előszetettel vásárolok, az milyen hasznos lehet, ugyanis dajkoreteknek hívjuk, egy retekféle, és ez például nagyon jól lazította a talajt. Még egy olyan homok jellegű talaj, mint a mi tangazdaságunkban, ugye az uralkodó talajtípus, az is képes arra, hogy előbb-utóbb összetömörödjön. Elvetettük ezt a dajkorretket, nem ettük meg, tehát nem a zsíros kenyérre karikáztuk fel. De az se rossz. Az se rossz, igen, tényleg jó az íze. Ez nekem is meglepő volt, ugye nem értek én sem mindenhez. Ott hagytuk, az elrohadt, és utána kis csatornákat képezett, és majd a következő évben, mondjuk a napraforgó, az utóvetemény, az már jobban érezte magát. Tehát például ilyenekkel foglalkoztunk. Mennyire várják azt, hogy ezek az eredmények, ezek el is terjedjenek az egész megyében, vagy akár máshol? Hát ugye ez a feladat az úgynevezett diszemináció, tehát nem elég egy laborban, vagy éppen a szántóföldön valamit kitalálni. Mi nagyon szeretnénk, hogyha ez folyamatosan ugye mindenféle fórumokon, konferenciákon, egyéb felületeken nyilvánosságra kerülne, és abban bízunk, hogy lassan, de biztosan a helyi gazdák ugye nem kis részben kényszerből idézőben lejönnek a négy naszántóföldi növényről, ugye búza, kukorica, vagy tengeri, vagy éppen ott van a napraforgó, vagy éppen a olajnövények, közül még a repce. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy miért foglalkoznak ezzel, de egyszerűen meg kell értenünk, hogyha ennyire megváltozott minden, ugye nem kell ezt magyaráznom. Egyszer három hónapig nem esik, utána három hónapig szakad az eső. Mindenféle szélsőségek vannak, akkor meg kell változtatni egy kicsit a gondolkodást. És az egyik ilyen dolog, hogy és valahogy a vegyszereket nem lehet elfelejteni teljesen, de valahogy okosabban kellene felhasználni, illetve hát tetszik vagy nem tetszik, ugye nem kéne mindenhol erőltetni például a kukoricatermesztést, vagy éppen akár a búzát ilyen homoktalajokon. Tehát valahogy próbáljuk, tehát amit mi lemodeleztünk, azt próbáljuk a gyakorlatba is, ugye. Hát nem is mi fogjuk átültetni, de legalább elmondani, hogy ezt hogy kellene csinálni. Mindemellett azért én azt gondolom, hogy a fogyasztók részéről is van egyfajta nyomás, tehát egyre inkább terjed az egészséges táplálkozás, a reform, étkezés, másfajta alapanyagok irányába kellene, hogy mozduljon. Ezt meg tudom erősíteni. Nekem az alapképzettségem élelmiszeripari mérnöki, tehát tanítom ezt a disziplinát, és örömmel látom, hogy a hallgatóim is egyre felvilágosultabbak. Azt én is félve látom, tudom, illetve részben vizsgálatokat is végeztünk, hogy bizonyos fontos elemek, ilyen a cink, a mi szervezetünknek is nagy szüksége van cinkre, ha jól emlékszem, 2000 enzimet irányít többek között a megfelelő cinkfelvétel a szervezetünkben. Ezek kezdenek lassan, de biztosan kiürülni a talajokból. Tehát megvizsgáltuk például nyírtelken, vagy akár egy kis tenyészedényben, hogy mennyi a cink, illetve a résztartalma
a növényeknek. Ugye a tápanyaggazdálkodásnál ezek mikroelemek, tehát létfontosságú elemek. Örömmel jelentem, hogy összességében van elég cink és réz a talajainkban. Az egy másik kérdés, hogy mennyit tud a növény, és azon belül mennyit tudunk majd mi felvenni a terményekkel. Itt már vannak problémák. És egy másik elég komoly kutatási terület a mikrobiótáknak a kérdésköre. Ezzel kapcsolatosan van előrelépés? Tehát a talajban lévő élőlényekre gondol? Igen, és hát nyilvánvalóan az emberi szervezetben működő mikrobiótákra is kihat az, amit megeszünk. Egyértelmű, tehát ugye az leszel, amit eszel, meg ugye a szántóföldről az asztalig kell nézni. Hát itt kapcsolódok egy következő célunkhoz. Azt szerettük volna, hogy a hallgatóink neves tanárok, professzorok, gazdák előadásait hallgassák meg, és többek között professzor dr. Bíró Borbála meghívását is, illetve meghívtuk őt, és előadását vettük örömmel. Ő egyébként nyírkarászi születésű, örömmel jött, és ő végig ezt hangsúlyozta, hogy nem elég a tápelemeket kijutatni a talajba, hanem ott megfelelő szerves anyagkészlet kell, élőlények kellenek, és ide kapcsolódik az én kutatásom is. Akkor érzik jól magukat ezek a mikrobióták, élőlények, hogyha például elég sok szerves anyag van a talajukban. És ezeket vizsgáltam többek között én is. És ez is része volt ennek a mostani projektnek. Ez is része volt, igen. Mennyire sikerült a hallgatókat, mondjam azt, hogy belelkesíteni a téma iránt, hiszen ez is egy cél volt a igen, abszolút ez volt a célunk. Nyilvánvalóan elhiszik nekem, hogy teltházasak voltak az előadások. Nagyon nagy sikere volt egy osztrák ökogazdának, Alfred Grannak hívják, ő Bécstől egy 50 kilométerre gazdálkodik. Tényleg leesett álla, néztük, hogy vannak olyan területei, édesapjától örökölte, ahol 26 éve nem volt szántás, és mégis kiváló termést tud elérni. Ő egyébként biogiliszta, és abból készült komposztokkal is foglalkozik. Tehát úgy gondolom, hogy a hallgatóink teljesen új szemléletet kaptak, remélem ezt viszik magukkal. Itt jegyzem meg, hogy a 3 év alatt ösztöndíjat kaptak a hallgatók, persze nem ingyen, tehát azért nekik dolgozni kellett, többek között a mi kísérleteinket is segítették, és azt is örömmel jelentem, hogy van olyan hallgatónk, aki azóta elvégezte az egyetemet, itt is kiváló hallgató volt, és Májer Péternek hívják, és PhD iskolába beiratkozott, tehát doktorálni fog ezekből a témákból. És hát remélhetőleg szétszóródva majd a gazdaságokban ezek a szakemberek viszik majd ezt a szemléletet. Én tovább. Nagyon bízom benne, igen, igen, így van. Így tanár van. Úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.